Nos hát, sziasztok kedves régi, új játékosaink, illetve érdeklődők a szerver iránt. Én szerver admin volnék, és a mai videónkban Kamelottról beszélnénk egy kicsit. Bár az előző videóban már említettem, ott csak nagy vonalakban volt szó Kamelottról, az oktató részről már ugye tudtok, volt róla videónk, viszont amiről nem tudtok, az nem más, mint Kamelottnak a felépítése. Úgyhogy erről beszéljünk egy pár szót, in-game képeket fogtok látni, a karakteremet fogjátok látni. Úgyhogy vágjunk is bele a dolgokba. Tehát Kamelott több részre osztható. Szám szerint pontosan háromra. Van egy lakó részleg, a városnak az alsó szekciója, a középső szekciója, a kereskedelmi részleg, illetve a felső szekciója, küldetések, titkos helyek, illetve a banknak a szekciója. A lakórészről váltsunk egy pár szót. A lakórész azért található meg a városban, és azért jött létre, hogy kezdőjátékosok, akik nem szeretnének, illetve nem tudnak kijutni Kamelottból, mert jelenleg nincs annyi idejük a játékra, illetve családi okok és egyéb miatt nem tudnak többet fönt lenni a szerveren, azon a napon, abban az esetben vannak kisebb házak, ahova a karakterével be tud fáradni, ugyanis nyitott ajtók találják, kilép, és amint belépett, elköltözhet. Kamelottból az elköltözés egy módon vethető meg, ami nem más, mint egy portál. Ezen portállal Kamelottból ki tud teleportálni, ezt a portált Kamelottnak a jobb alján találjátok, kijárat néven, ezen kimentek, és tudjátok kezelni az életeteket. A kereskedelmi szekció Kamelott közepén található, és a felső régióig tart, a felső negyedik. Ezen kereskedelmi területen tudtok adni, venni mindenféle felszerelés, bónuszokat, illetve sok egyéb más dolgot, de a kereskedelemről és a pénzszerzésről egy következő videóban fogunk tárgyalni. Beszéljünk akkor Kamelottnak a felső részéről, ahol küldetéseket tudtok elfogadni, ahol találkozhattok a bankkal, találkozhattok sok különleges helyjel, és várnak rátok még érdekesebbnél érdekesebb dolgok, de erről egy következő videóban. Én a szerver admin voltam. Vigyázzatok magatokra! Találkozunk a szerverem, játszunk, beszélgessünk, érezzük jól magunkat, építsünk egy jó közösséget, választ ki mindenki a harcstílusának megfelelőt, győzzön a legjobbik, sok erőt, sok sikert, kitartást. Én az admin voltam. Sziasztok!